Na, sziasztok! Éppen a napokban sikerült hozzájutnom az egyik fórumtárs lévén, nevezzük Gábornak. Mivel hogy Magyarországon rengeteg Gábor van, ezért szerintem nem lesz probléma, hogyha ilyen szinten megemlítem a nevét. Sokan ugye nem szeretik, hogyha név szerint szerepelnek, főleg egy videóban, úgyhogy legyen ő csak Gábor. Szóval Gábor, jó voltából hozzájutottam egy RFT 3000-es mini hifi toronyhoz. Most abban azokban a részletekben nem mennék bele, hogy a 80-as években népszerű Hifi magazin nevezetű folyóirat kielemezte ezeket a tornyokat, és megállapították róla, hogy hát csak alulról kóstolgatják a Hifi szabványnak az elvárásait. De az NDK mérnökök mégis rámerték írni, hogy Hifi. És konklúziónak nagyon sok tesztben kihozták, hogy bár házi bulik, események erősítésére totálisan alkalmatlan, de egy lakásba, egy nappaliba, háttér zenehallgatásra abszolút hozza azt a hifi közeli hangzást, ami miatt talán egy átlag vásárlónak embernek nem is fog feltűnni, hogy nem is igazából hifi ez a készülék. Ha jobban megnézitek, akkor hiányérzetetek támadhat, ugyanis a tuner része az a toronynak hiányzik. Méghozzá átvándorolt ide az asztalra. Egy kis átalakításon fog átesni. Ugyanis ez volt az eredeti tunerje a hifinek, csak szegénynek egy kicsit beteg a hangoló része. Próbálok ide rá közelíteni. Tehát az NDK mérnökei ezt a kis talpacskát, amiből kijön ugye a hangoló rúd, és amire rámegy ez a műanyag bizbasz, ezt műanyagból csinálták, ráadásul ez a fekete ízé, ez néha így fölfelé kicsúszik, és csak az oldallemez tartja a helyén, úgyhogy azért ilyen sérült és karistolódott. Tehát ezzel a hangoló mechanikával valamit kezdeni kell. Gábor ezt nagyon szépen helyrehozta, mert elmondása szerint ez egy nagy kalap szamóca volt, hogy csúnyát nem mondjak, de tekerhető, hangolható, tehát működik, abszolút együtt fut a közép-rövid hullám meg az URH tuner. Azonban időközben hozzám került egy másik tuner, próbálom megmutatni, ő lenne az, csak hát hogyha megnézzük, ennek az előlapja eléggé kopottas, pecsétes, karcos, dohányos, ronda, ellenben a belső mechanikai része az nagyon szépen egyben van. Viszont ennek a tunernek az eredeti fedlapját próbálom megmutatni. Rozsdás, de ez már sajnos nem a felületi rozsda, hanem ha megnézzük, ez már a masszívan belemaródott az anyagba című rozsda. Tehát, hogyha ezt én elviszem most ide a szemközti műhelybe lehomokszórni, és szépen lefesteném, akkor is ilyen kráteres lenne. Tehát ezt szépen szórógítezni kéne, mint az autókat, kicsiszolni, akkor, hogy ugyanilyen szint találni, nem éri meg a vesződést. Így hát úgy döntöttem, hogy ez Gábor tunerjának a teteje. Mutatom, hogy gyönyörű szép, karcmentes, fantasztikus, újszerű állapotban van. Ez fog rákerülni majd erre a tunerre véglegesen. És akkor megmutatnám Gábor tunerjának az eredeti előlapját. Hát nézzük meg, sehol egy por, sehol egy karc, sehol egy sérülés, nem dohányos, nem pecsétes, nem sérült és nem rozsdás. Úgyhogy a következő feladat az majd az lesz, hogy ezt a tunert, előlapot a hangolás jelzővel együtt szépen átoperálom erre az utólag érkezett szedetvedett valamire, és megnézzük, hogy mi jön ki az egészből. A hangszórók azok pedig már ott vannak, és éppen tesztelés alatt állnak. Egy jó kis öreg békebeli 83-as évjáratú Philips autórádión. No, hát akkor ennyit az RFT hifiről, a tunerről. Az átalakításról hamarosan mutatok képeket, videót, stb., ahogy éppen sikerül. Na, jó hétvégét mindenkinek, mert hogy éppen hétvége van, és nézzétek meg a többi videót is. Sziasztok!